Az Uniós Szabadságok Napja rendezvénysorozat következő állomása Hévíz lesz augusztus 21-én hétfőn. A részletekről sajtótájékoztatót tartottak a Városházán. Az EU Freedoms projekt fő célja egy vitasorozat indítása Európa jövőjéről, az Európai Unió négy szabadságára koncentrálva. A projektben Ausztria, Szerbia, Szlovénia és Románia mellett Magyarországot képviselve Hévíz mint partner vesz részt. A 100%-os támogatottságú projekt keretében minden helyszínen a különböző célcsoportok bevonásával, a mindenkit érintő politikákról és azok formálásáról kívánnak szólni. Elsősorban mi arra koncentráltunk, és azt is, az is a lehetőség benne, hogy a fiatal, fiatal felnőttek, általános iskolás, felső tagozatosok megismerjék az úgynevezett EU szabadság jogokat és az abban ö, található lehetőségeket, tőke és áru szabadáramlásáról, és sorolhatnánk még ezeket a szabadságjogokat, és ezzel kapcsolatosan kapnak információt, illetve az ő elképzelésüket, ők ezt hogy látják, hogy tudják ezt kihasználni, hogy használnák ki. Ehhez kaphatnak ötleteket, hiszen sok résztvevő partner van ebben a projektben. Hévízre 21-én hétfőn mintegy 40 fős küldöttség érkezik a rendezvényre, mely egész napon át tart majd. 8 óra 30 perctől közös, nyilvános reggeli várja a résztvevőket és az érdeklődőket a Rózsakert teremben, ahol kötetlen beszélgetésen vehetünk részt a város polgármesterével. Ezt követően a Városházán veszi kezdetét a szintén nyilvános konferencia, melynek témája az Európai Unió négy szabadságának jövője. Diákok, tanárok, kutatók és vállalkozók osztják meg sikertörténeteiket, és szólnak az Európai Unió adta lehetőségekről. A konferenciával párhuzamosan az iskolákban interaktív foglalkozás folyik majd, de lesz fotó- és rajzkiállítás is, a DEAK téren pedig egy információs standot helyeznek el a szervezők. A projekt zárásaként egy kiadvány fog megjelenni az egyes országokban szervezett összejövetelek tapasztalatairól. A polgármester hozzátette még, a hévízi fiatalok részvétele a többi résztvevő ország által szervezett konferencián remek tapasztalatcserét is jelent, és remek lehetőség új kapcsolatok kialakítására.